Taiga the Gaming Channel. Ezek mindenkit, sziasztok! Mire Para úr ismét disszidált, így vesz minket a lelkismerő, hogy folytassuk a raftot, úgyhogy már mi nélkül, úgyhogy farmozni fogunk, úgyis régen, vagy pontosan nem tegnap volt, de ritkán szokott lenni mostanában. Úgyhogy meg is reginált át az idő, úgyhogy megint nem tudunk nagyot alkotni, majd a hónap megpróbálunk kicsit korábban kezdeni. De nekünk is vendégek voltak, meg stb. Aztán így elég elhúzódott az idő. No, úgyhogy farmozni fogunk, és utolérjük magunkat legalább ezzel is. Tegnap elkezdtük a cukorrépa aratást, ugye mi is fejeztük pontosabban, de behordva még nincs. Bár Gábor hordja szerintem nagy erők, ugye jó, hogy tudja mennyi van még hátra. Meg még van némi aratnivaló, aztán persze csináljuk tovább a dolgainkat, amik majd adódnak a rendszerben. Üdvözlöm a megjelenteket, itt van Molnár Mónika, mi szponzor, Tóta Bogyi Bence, Horváth Sándor, Melaj Balázs és Helmeci Krisztián YouTube-on. Üdvözlök, mint szponzor. Fajn lesz, mert nem látom, hogy szponzor vagy, de emlékszek rád. Szerencsédre. Úgyhogy akkor még Krisztiának és Mónikának küldök zenét, aztán nekiállunk a előfordul, így vasárnap előfordul. Na, hát akkor gyerünk gyorsan. Nyomjunk a muzsikát, aztán indulunk a munkával. Na, lássuk, hogy most akkor bekapcsoljuk azt az oidiót, hogy halljátok is a zenét, ne csak én. És akkor, hát Gábor hordja a répát, én mit csináljak? Hát, vagy kijössz még egy kocsival, mert szerintem ott még lesz egy helye, vagy elmész valamelyik földre alatni. Vagy viszek még egy pár adag cukorrépát eladni, vágottat. Abból is vittem el hármat, de ja, akkor jó. Egyet, szerintem egy még van bent. Hát... mennyi van még kint a földön? Hát szerintem egy 2,5 kocsi. Hát akkor majd ezt megoldod. Akkor elmegyek adatni a hármas. Jó, persze mind más természetesen. Mindegy, akkor 12-es az a legkisebb, kezdjük akkor az elején. De mindegy, legalább ugyanaz az asztal kell, minthez. Reményem szerint igen, mert szólj. Hát igen, mert búza az is. Jó, csak a gabonasztalt viszünk. Itt van a pai sérlányi. Szerintem mindazom, hogy te kész vette, és a szervem szuperül működik. Na hát akkor jó, hát teszem, és az a Gábori van egy arjuk. Gáz neki. Jó, akkor van majd ki, lágyítjuk, mert még azt nem tettem meg. Mihály beengedkezett Twitch, ezért Facebookra és YouTube-ról. Nem, vagy csak már
Ne keverjem, tudom, hogy Bence, neki is három megvan az ikevetem. Nagy Sándor, köszönöm a megosztást, ez itt nem Bence át. De nem, nem, nem. A Mihály érkezett meg, üdvözöllek. Na, hol van ez a 12-es föld? Itt van valahol. Igen, 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 itt valahol. Szinte közvetlenül előttem. Kicsit hamar engedtem el a kocsit, nem baj. Fejje lefel a kormány, hát. Így is van, ezt a gombot. Így. Na így. Megyen az aratás. Na jó, nincs több zene. Mi történt itten? Nyomok egy kis pörgősebbet. Na akkor ott tartottam, hogy Bódi Csaba is megérkezett neked is. Erőt, egészséget. Bor búzának bőségét, meg egyebet. Ugye, ahogy nálunk néha hallok ilyet mondani, de remélem, hogy gyerek van. Most jelenleg, hogy magas a véralkohol szintet és bőséges magömlést. Hozzá, hogy ők szokták néha mondani. Mondom, ez igen. Ennél jó kívánságokat. Hát ezt nem mondanám, hogy itten perfect a termés hozzam, de mindegy. Az előzőhöz képest jó. Ne úgy látom, hogy a mag ömlik bőségesen, jelenleg legalábbis a kombájnba. Ha már szóba került. Kicsit, mint a halk lenne. Ezen egy nagyon pindurgált hangosítok. Majd szóltak, mert persze én nekem nem biztos, hogy megfelelő hangon jól a füles. Csak úgy éreztem, hogy a kombány hangja elnyomja a zenét, de majd mondjátok. De lehet, hogy most meg már túl hangos. Megpróbálom megközölni. Itten a dinamom, de egy pingpong zene. Szervusz, bajusz, Zoli! Hát legalább belefér a kombájba, szerintem bőségesen 18%-a van, aztán már leválasztottam egy nagy részét. Pam, 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 pam. Itt van a korponai úr is, üdvözöllek!
Már megfigyeltem, hogy én mindig úr vagyok a szemedbe, és ez jó, ez itt mindenki úr és úrhölgy, korompai úr. Csak a kis Celeki Vilmos is, üdvözöllek a YouTube-on. Tudom, felkelt úr és üdvözöllek. Kellemes estét kívánok neked és Csapat többi tagjának. Hát nagy tagja, nincs a többi csapat, Gáborra vagyunk kettesben megint. Kettesben maradtunk, nem ezt terveztük, csak Para úr szólította a kötelesség, úgyhogy itt hagyott minket nyakig cserben és munkában. Bár lehet, hogy még majd becsik Jeremy, nem tudom, most nem írtam rá, de hát majd észreveszi, hogy játszunk. Nem is ráírtam, azt nem jött. Neki is gondolom kicsit káoszos az időszak. Anta, Kocsis Anta is tudna beköszönni, hullafáradt volt, ma is melózik, úgyhogy ő sem hossz, hogy jönni fog. Ilyen az élet, felnőtteknél gyakran. Sokáig dolgoznak, fáradtak, nem mindig érünk rá. Még én annyira, meg Gábor tartjuk magunkat, hogy azért nagyjából itt vagyunk, de nekünk is néha már nehéz. Azért is jöttem most is későn este. Jönnek a rokonok, meg más feladat is van, tevékenység, aztán nem mindig úgy esik be a dolog, hogy ahogy tervezzük. Na de hát jó van ez így. Már meg kell neki most már kérdezni, hogy lesz, hogy lehet itt majd orgász engedélyt venni a helyi erőknél. Itt van Horváth Tamás is, üdvözöllek! Minden streamnél jelen van, tehát nem is tudom, szinte volt azt, mondjuk hót utoljára, hogy nem volt el streamet itt Tamás. Nem hogy minden, hanem olyan nap, mert ugye van, hogy többször vagyunk egy nap. Talán előfordul, akkor nem mindegy, beköszönsz bele, de olyan, hogy olyan nap nagyon ritkán telik önnegyere, bármikor is. Megjött Antal is. Voltál fönn Discordon, amikor írhattam volna rád, de nem mindegy, nem kérdeztem meg, mert most ilyen hirtelen döntésre lett megint Farmer. Raftnak kútba esett a terve, mert Para úr nem tudott jönni, és így meg nem akartunk tovább menni. Útolni most szerintem nem nagyon kell már. Tók Abonyi Bence a kúzenünkben, YouTube-on? Na, no fene. Akkor majd elfelejtsen neked egy zenét küldeni mostantól. YouTube-on nem nagyon tudom nézni, de majd észben tartom meg, és megpróbálom. Szerintem nem tudom, mikor voltam, mikor nem. Hát, szerintem mindig voltam. Gábor meg már örömébe utugrált raktor tetején. De jó lakodalmas szól a fülkébe, azt arra táncolsz. Így. Ez mind a tiéd. Gyönyörű. Gyönyörűen adta a föld. Jó, hát most... Előfordul. Gyatra volt a trágyázás. Mert nem engedte megtrágyázni már. Igen, a földet. Igen, ez is bagos. És leradta meg? Mi van ezzel? Nem radta le.
Kell egy jó pár lesz Gábornak, ez kell neki. Gábor megérdemli jó pár lesz, ugye? Hát biztosan, biztosan. Ki volt az, csak nem az Árpád. Nem, Antal. Antal is hát beszállt a pártiba. Ennyi. Úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy igen. Gondol, de meg és így áll. A világ örökké nem áll. Eloszlik, mint a buborék. Nem tudom tovább a szöveget. Akkor mindjárt elmegyek, hozok egy kis pálest. Na ugye, gondold meg és így áll. Itt nincs előttem olyan, amit szívesen meginnék. Nekem van jó kis. Most elfőtt a mangószörpöm, tragédia történt, de van narancs. Ennyi. Vagy ez van még a kocsiban, majd megnézem. Bence, szuper chat! Köszönöm, szuper chatet! Szöveget írtál? Nem, de küldtél valami banánt. Nem látom, de YouTube-ba csak látják. Azt mondja, baby lemon, tehát így, nem banán, bocsánat. Baby nara, citrom, néz fel to our lemon character, a mi citrom karakterünkre, amelyik áll egy szuper hero pózban. Na, ezt meg kell, ezt megnézem. Wow! Az igen. Ezt nem tudom, hogy bírom megmutatni nektek. Mindegy, elmondtam, egy kis zöld citrom csodálkozva néz a nagy szuperhős köntösbe levő citromra. Na, ott tartottam, hogy itt van Zsunkú Sándor, szép esélyt kívánok, üdvözöllek, mint szponzor. Itt van Magyari Tomi. Mindjárt küldök zenét. Végszor a mások nem kell, akkor neked küldök zenét gyorsan. Sándor. Tamás már 500 napja követ, ez igaz. Látod? Kornél, látod? Nézd, mit írt Zsunkú úr. Szép jó estét kívánok az uraknak! Tehát már még már nem csak én hívlak uramnak, ha meglátod. Jó játékot kívánok közben, akkor itt van még Horvács Zsert egy barackot. Milyen barackot? Igen, Gábor. Jó, biztos szereti a barackot. Válesz és a farm igazdaika? Ja, hát nem tudom. Hát szeretem a barackot, de most nincsen szerintem. Nincs baracka, az igen. Pálinka. Jó pár napja volt, hogy józan nézem. Voltál. Ügy, Antal! Ugyázzál itt a erős dolgokkal. Közben itt van Zlatowski úr is. Molnár Zoltán is. Molnár úr is, mint szponzor. Molnár Zoltán úr ugye egész pontos benne. De ilyen kerek, azt mondja, az kár, hogy nincs. Azt mondja, de kár, hogy nincs. Hát az be kell szerezni. Nekem van barackom szerintem valahol még kajszi. Arra elásva. Tömegben lehet, hogy nincs annyira lásva, mert valami kis üvegben van. Á, itt is van, nincs lásva. Na, mindjárt. Fókuszálj! Ott van, né, ott van! Nem sok van benne, de van. Nem tudom, melyik ötünk volt a barack párt, így állandóan ez volt a porondon. Most nézem a térképet, az milyen mód, milyen térkép? Mire gondolsz? Még egyszer a kérdést. Melyik térkép? Ami bal oldalt, alul van? Milyen szempontból érdekel, hogy milyen mod? Mert nem mod, csak hogy mi. Most azért, hogy nem kerek, valamit megnyomtam.
Mivel lehet állígatni? Nem szével. Nem tudom. Valami lehet állítani a térképet. 9-essel. 9-essel? Tényleg. Én már kerek. Ez ott a gond, hogy nem kerek, vagy... Vagy az, hogy mutatja a terméshozamot? Mert arra gondolsz szerintem inkább, az nem mód, tehát az a precíziós gazdálkodás be van kapcsolva. No, kedves Antal. Hát ugye nem, be van kapcsolva a precíziós növénytermesztés, de ez a játékban benne van, ez nem mód. Ugye azt hiszem DLC egyébként, csak ugye ingyenes DLC, azért precíziós? Nem, módhavos. Mi a precíziós termés, az nem módhából, az nem mód. A 22-ben benne van alapból, én úgy tudom legalábbis. Csak azt nem tudom, hogy DLC, ingyenes DLC, vagy pedig benne van alapból. Be lehet kapcsolni, mikor indítod a játékot, úgy tudom. De lehet, hogy most mondok hülyeséget. De én szerintem ez nem mód. 19-ben volt mód a precíziós termelés, ide már belerakták. Csak hogy mindig használjuk, így nem... Meg nem én hoztam a szervert, nem tudom, hogy pontos, hogy működik, de úgy tudom, hogy ki be lehet kapcsolni. Sőt, menjél bele a menübe, ahol állítod a játék paraméterét, szerintem ott ki be bírod kapcsolni. Ahol a növekedés, meg stb. De hogy kikapcsolod, mert azt én mindenből összezavarodik, csak nézd meg, hogy ott van-e. Csak ugye nem én hoztam, nem bírom megnézni. Nincs. Nincsen? Nincs. Ja, most nem lépek ki, mert akkor ért valaki hozzá, hogy nézze már meg. De hát figyelj, akkor mondd már meg részes a bondnak a nevét, mert most már kíváncsi vagyok. Tudja, hogy nem mond. Hát mindjárt megnézem. Precision Farming, de itt van, 76 mega. Nem mondod. De. Bocsánat, 74. Akkor van mégis sok. Ez a neve. Szerintem benne van pedig. DLC. Itt van, tessék, fejére feketén farmingsimulator.com. Azért van benne, mert DLC. Itt vannak az equipmentek. Precision Farming DLC. Download only. Tehát nem kellett fizetni. Free. Hát igen, de... Effektív modként van. Hát nem mod, hát ez nem mod, ez DLC. Akkor modaizés a... Ó, basszus, mert engem nem aktiváltam be a... Azért, na mindegy. De hát a modok között van bent. Hát akkor lehet, hogy berakta egy olyat is, de... Vagy nem tudom mi az. Őszinte legyek. Teljes káosz. De van a DLC. Jó, hát én elhiszem. Mindent is elhiszek. Hogy bírom megnézni? Nézzétek meg! Steamen is talán DLC. Az van, Bence is mondja, hogy benne van a labból. Meghűítesz. Felkerül meg motúvos. Biztos, hogy nem. Nem mód. Na, de úgy akkor, lehet, akkor nem érzem magam teljesen hülyének, vagy se is káosz van. Tessék? De akkor miért töltöttem én le, hogyha benne van? Hát, honnan tudjam. Csaba, az, hogy a... nem igaz, ideje lenne visszaaludnom, jelen akkor nem arról isz. Nemrégen feljöttem, ettem, meg nézlek, viszont reggel korábban kellene, hogy kész legyek a szilveszteri menüvel. Hát, Csaba, hát, stream nézés közben csináld a menüt. Oppácska! Itt van Paulik úr, üdvözöllek, mint szponzor! Azért van benne, mert az ingyenes DLC-ket alapból televíti a Steam-es játék. Én biztos vagyok benne, jó, hát meg vagyok győződve róla, hogy ez benne van a játékban, de lehet, hogy tévedek. Én szerintem ez egy ingyenes DLC, arra tettem le a legnagyobb valószínűséggel a voksot, de el tudtam képzelni, hogy alapul benne van. Hát jó, legyen így. De ennek ellenére, hogy Antalnak jó kedvet csináljak, találtam sárga barackpárnát. Az is valami. Köszönöm Zoltánnak a megosztást és üdvözöllek. Egészségeire mindenkinek. Nem én szoktam osztani a szervet, azt én nem vagyok teljesen képbe azzal, hogy most mi hogy van, erre van. Sőt, a modokat sem hiszettem legújszerűen. Meg a 35. stream ezen a mapon, úgyhogy nem most tettük össze a modpakot, tehát illő lenne frissíteni lassan. De hát minden, majd lesz valahogy.
ne tervezzünk, mert az élet úgy is átírja. Te Farkas Dávid, szervusz! Nem köszöntem. Felolvasom, amit írtál. Itt van a Göbjös úr is. Az adhoz körül köszönöm a megosztást. Üdvözlöm, Göbjös úr, elégen láttam. Minden jól, jól szolgál az egészség, család. És ön szintjén egyaránt. Kellemesen telt a karácsony. Bizakodva várjátok az új évet. Egy szilveszteri parti társaságában. Meg egyebek. Kedves egészségére, Kápor uram. Na tessék, csaba meg. Őszinti jó kívánságait tolmácsolta. A Göbjös úrnak köszönöm a megosztást. Csinált vele egy kávét is, de... Mizu, hát semmi extra. Na most mentek a vendégek. 11 vendégünk volt. Ma abból 5 elment, még van 6. Ugye... Ah! A Bence! Úristen, szép játékot kívánok az uraknak és kellemes ünnepeket! Köszönjük szépen, uram, ön igazi úr! Szép jó játékot kívánok az uraknak és kellemes ünnepeket! Na hát köszönjük szépen! Mindannyiunk nevében! Szervusz Szili Zoltán úr, illetve... De, ha gondolod, akkor ihatunk egyet, mert most lassan ott tartasz, hogy mintha csillagot küldtél volna. 500, nagyjából, nem, de nagyjából. Csók a hölgyeknek, pacsi az uraknak a mai lágban is. Gyertvai úr, hát ön egy talpiguri ember. Kap egy szponzor zenét, mit szól hozzá? Úgyis szponzor. Pálinka van, hát... Akad egy. Vagy Gábornak? Gábornak meg főleg van, vagy 50 liter pálinkája most így kéznél szerintem, hogy még több. Mennyi van? Hát 70? Nincs, mert át kell mennem a másik szobába. Jó, van. Hát egy olyan 50 és 60 között van valahol. Na, akkor van. Gábornál van. Na, azt mondja, hogy... Itt van Stefán úr, üdvözöllek, mint szponzort! Willkommen, Stefán! In unsere... Specialiste! Stream! Ez most jó lébetes volt. Sok puszi, pocsi mindenkinek is bujék. Mindokáig, micsoda, másodikáig ezt a Star Wars maraton tartok magamban. Ajaj. Csak a Star Trek! Csak a Star Trek! Köszönöm teljük az egész éves nagyokat és mindenkinek, aki itt volt. Hát, mi is köszönjük, hogy itt voltál, meg remélem leszel is még. Szervusz Demeter Márk, ő is boldog karácsonyt kíván, mindenkinek is viszont kívánjuk. Boncsor öncsen! János, ez kerek volt. Na, Bence, mondj valamit! Egészségedre még úgyse ittam. Úgy érzem, most hirtelen megérdemled. A bizalmat, bár... Most lesz, hogy át kéne valami máshova ültetni, mert... Így majd nem csak Facebookon megy a stream, kicsit bajos a nyilvántartás. Leszel, na hát ennek őszintén remélem, mostában nem voltál, vagy legalábbis néma voltál. Antal, én nem is leszek egy hamar józan, ahogy érzem. Hát ó, ahogy érzed, hát itt a szilveszter. Na, Bence, pálinka vagy? Tárhat el, vagy kapucsinó. Várjál, kapucsinó, azt már le is főztem, csak lassan kihűl. Itt van, remélem kapucsinó. Boros Krisztofer, üdvözöllek! Csak már ki... Á, még a langyos, jó járős langyos. Na én is elkezdtem a live-olást. Na János, hát akkor... Sok sikert és örömöt hoz, kívánok hozzá! Dam, 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 dam. Mindjárt vége ennek a fővőrnek is, aztán... Ez a kicsi ott marad, úgy látom. Nem éred át, mi? Nem tudok csalni egy kicsit. Hát, megoldom.
Én a tömeg vékonyabb lesz nekem, én is arra jöttem egy picit, az átéri. Csak meg lesz. Hát remélem, hogy meg lesz. Na ugye, hát akkor tudunk mi csalni. Kicsit jobbra-balra. Itt van Ugrán, Ungvári Ádám, csak a pálinka ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot. Hát, ha csak nem az a 2000 dollár, amit azért akkor kap, ha sikerül. És természetesen szépséges papugáj is elkísérő. Hallok, nincs elbosszat közét? Ott van a traktor a túloldalon, a kerítés mellett. Látom, 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 már látom! Nem, rakom ezt a gyomorult asztalt, inkább állt még ott a földön. Aha, te erre raktad. Maga igazán precíziós. Egy fincsi pár lesz valami barackot. Hát van barack. Jó, de várj, várj. Barackot, jól olvastam. Van-e? Amennyiben megfelel. Ezt meg az öcsém készítette. 2 éve aztán. Olyan halott pohár. Hát raktam szerintem. Megvan? Csak óvatosan meg közben, akkor berúgok. Ó, nem sok maradt benne. Tam, tararam, akkor egészségedre, Bence! Öcsém nem volt, ez erősen, mint a Gábori. Érzem, hogy megy le. Szervusz, Fogtit Zoltán, még egyszer, Fogtit Zoltán, üdvözöllek, illetve itt van, akkor, ugye már kitott, mert ne felejtsd el tankolni a kombányban, mert maszékban 1000 év. Látom, figyelsz, mert igen, múlt streamben megfigyeltem, hogy már lassan az alján volt ugye a zöld sávnak, de most már elkezdett villogni is, de még sokáig elég. Majd a telephelyen megtankoljuk. Ott lehet, hogy nem, mert szerintem abban nincs, hogy hoztunk azóta. Nem tudom, most nem a tankoltam. Vagy tudod, hogy visszaadjuk a P-be, aztán veszünk egy újat teli tankkal. Ez hogy hosszabb? Hát, majdnem mindegy. Gyere, menjünk itt vissza. Amikor leírom a szilveszteri menüt, ha nem baj, miért ne baj? Csak inkább az a baj, hogy nem látják a Facebookon, de majd felolvasom. Mert a YouTube-ot nem, meg a Twitch-et nem hozzá át a Facebook.
Ha-h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 a-
Van a telephelyen üzemanyag. Szóval YouTube-on biztos, meg valószínűleg Twitch-en is. Igen. Azért csinál, nem csak keresztsort. Na, még itt a traktoros. Bence ismét! Fogyítom a kapucsinót is, ugye? Köszönöm szépen ismét! Na, megjött a menü! Csaba arát! Lesz pácolt, sült, csontos, bőrös karaj sütve, lencse főzelék, meg lencse saláta, na meg egy kis frankfurti leves, sült virsli, meg a húshoz párolt zöldségek, meg répapüré. És a végén egy sült alma. Nem? A sült alma nehezen emészhető. Hogy keresztbe vágd, az achievementem, hogy így kell rosszabbba vágni. Kikerül a fákat. Ott is szembe vágtam a fából, megfordultam, aztán úgy jöttem, ja, vágkat, hogy vicceltem. Csak... Kitaláltam magamnak egy achievementet. Az nem lesz sült alma? Na akkor egészségedre, Csaba. Sőt, a kedvény rakok bele mogyorókrémet is, ha megtalálom. Nem, az most messze van, akkor nem rakok bele. Csináltam a vendégeknek kapucsinót. Nagyon jó. Van benne valami, ebben van még valami, nagyon jó. Igazán nagyon jó. Mi van ebben? Hát mondom, van egy zacskó vadirágy cukor. Meg egy fél kanál mogyoró krém. Wow, csak nyíltak a szemek. Akkor még elmentek akkor is, a kávé az nagyon jó volt. Na, ez talán nem véletlen.
Na meg figyelünk a védőital bevitelére. Hát figyeljetek, védőital, mint forró, tea, meg ilyesmi, az ilyenkor fontos. Csaba, fontos, forró, tea, védőital. Nyáron meg nyilván a hűs ásványvíz, vagy kútvíz. De gondolom nem erre gondoltál. Ah, a te szúr! Üdvözöllek! Készülsz a holnapi szilveszterezésre? Bácsi. Ja, jó nagy alvással, mi? Viszket a fejem. Bosszúsági, mit jelent a viszket a fejem az emberek, az, hogy hülye, de azon kívül? Hát koszos. Na, most mostan még tegnap előtt. Van még ide egy dugi kincsem. Majdnem megfelejtkeztem róla. Hát karácsony, hát karácsony, akkor nem lehet beigni nélkül. Arany életem van. Cappuccino, bejgli. Szerbusz, Horváth Lihár, üdvözöllek. Neked bejött az élet. Bence, egy kufisza pálinka a legjobb védőital. Elfogadta a kihívás, Gábor, úgy látom. Ennyi. Nincs egy papi, Lihár. Volt itt egy időben, olyan fél évvel ezelőtt körülbelül, de nem látom azóta. Néha beköszönt cseten. Nagyon-nagyon néha beszélünk, de... Hívta ki elszólni, így gépet kell szerezni. Hát mi is hívnánk, hogyha szerezné gépet. Ki merített téged játszani rajtunk kívül? Egész karácsonykor dolgoztál, Bence? Hát akkor mondom, hogy jól alaposan meg is fizették. Mert úgy szokták általában a munkáltatók. Hát ezt még mielőtt elképesz meg szörnyűködsz, hogy nem erre tanítottál, most egy achievementet hajtok végre, hogy csak hosszába vághatom, és ki kell játszolom a fákatta akadályt. És úgy kell csinálnom, hogy a szalma szedhető legyen. Egy íven. Ezt magamnak találtam ki. Nem jár érte Steam teljesítmény. Megoldottam. Régi ismerősök. Na, én meg már le vagyok tojva. Új ismerős vagyok. Hoppá, tele van. Szervusz, várad-e a Dián, üdvözöllek! Na-n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 a
Nordos csapat. Na, gondoltam volna, hogy csak is a Nord. Jó terméshozamot adja, na, az igen. Egy eredet itt nincsen. Zárni, majd meg lehet pihenni. Jaj! Mibe akadt ez bele? Fába. Hát, kilométerekre van. Mindegy. Az árnyékába. Alig várom, hogy meglegyen az FS 22. Na, rendszer. Akkor hajrá! De majd Márkkal cserélek masinát, vagy valami lesz. Na, tudok kölcsön adni ezt, azt, hogyha kell, ha tesz. Hektáronként leadja 6-7 tonnát látlakba? Hát, nem tudom. Ez elég szűkösen szerintem. Hát csak hány hektáros az a föld. Egyesre adjuk. 8,6 hektár. Én már egyet ürítettem, az 50 tonna. Nem ürítettél már? Még nem. 50 tonna. Gábornál van 30 tonna, meg nálam lassan 10 tonna, az 80 tonna, az már 10 tonna per hektár. Jó lesz az. Még van belőle egy kicsi. Majdnem a fele. Ja, azért nem, de. Na, ja, 15 tonnába kiegyezik. Hektáronként. Meg abban, hogy mondjuk 1 liter 1 kiló, de mondjuk ez nem feltétlenül igaz. Mert ez literbe számol sajnos. Szervusz, Sipos Zoltán, üdvözöllek! Mert most csak kölcsön adtak egy CD-t, na. Tök kell kibra próbálni legalább. Szakályos Dominik, köszönöm a megosztást! Te figyelj, de az hogy védik le a CD-s farmingot, hogy ne lehessen több helyre telepíteni? Legközelebb CD-n veszel meg, azt egyszer megveszik, azt mindenki föltelepítik. Lehet, hogy bejelentkezők nem tudunk egyszer vele. De maximum e-mail címhez köti. Vagy IP-hez nem hiszem, mert az változó. Hát úgy tudja használni, hogy mondjuk csak single playerbe játszik. Mert kihúzza a netet, és akkor mondjuk tud vele játszani szerintem. Mert miért kell kihúzni a netet? Hát, hogy a Steam-re ne kommunikáljon. Hát nem Steam-eset vesz, mondom, a CD-s. Hát jó, de a CD-s is valamilyen szinten izével kommunikál. Steam-mel nem? Ha nem Steam-es. Aztán van egy launcher. Semmi köze a Steam-hez. Epic-es is van. Akkor nem tudom. Hát miért van olyan videókártyám is, olyanról van szó. Szóval azért sok volt a műtrágya alá, valdve, 11 tonna azért hektáronként nem semmi. Hát az adásul, hogy sihilágy a termés átlag, látod, narancssárga.
Szervusz Szakás, Dominik, üdvözöllek! IP alapján? Ne, nekem változó az IP-m Antal, tehát, mert ezt nem tudják rögzíteni. Ja, komolyan a szolgáltatom, hogy mindig változik az IP címem. Egy adott időpontban persze ugyanaz, de ez egy ilyen fix, de a holnap már más lesz. Hogy kikapcsolom a gépet, újraindítom a routert, akkor más lesz az IP-m. Azt hiszem dinamikus IP-nek hívják, vagy minek ezt, ami nekem van. Nem, szerintem nincs levédve. Úgy annyi védve, de bele gondolsz, a Steam sincsen. Steam-es sincsen, mert ha a Steam-en bejelentkezel máshova, akkor ugyanúgy tudod használni. Csak annyi van, hogy egyszer nem tudod két helyen használni. Valószínűleg ott is úgy, mert bejövő a jelentkező egy e-mail címmel, akkor nem tudsz máshol bejelentkezni. De valami ilyesmi lehet. Frissítés nem egyre, nem az eredeti, csak hogy több helyre lehet telepíteni. Szervusz, Horics Gábor! Üdvözöllek, mint szponzor! Hallod? Hallod? Tadár úr, külön üdvözöl. Optika van már persze a határba. De nem csak nálam van így, kivel beszéltem most? Ja, a sógorom még. Vagyis másfél év volt van a határba az optika, csak nem mentek tovább. Látszik, hogy külön projektet felvették rá, gondolom, az uniós pénzt a gerincre, azt gyorsan megcsinálták, az most meg pangás van a képítés továbbításán. De legalább olcsó, meg stabil. A 2000 forintot nem tudom, mikor fizetsz, de tényleg a tesz. Az egyéb konkrétan annyiba kerül. Szerintem bevedék most a szolgáltatóhoz, akkor ő is elképen, hogy hogy adták ezt ide annak irányért. Na hát ez nem fér bele. Menjünk haza, mert tényleg tankolni is kell most már. Szerintem nem kell már mást aratni. De, van még lenni. Sem van még. Azon mi van, nézzük. Zabe. Zabosok leszünk. Akkor mit csinál, eladjam a állatkereskedőn, az útba esik. Hogy hol veszik ezt meg? Hát vagy ott a 31-es föld mellett a gabona elevátor, vagy mi annak a neve. Ez biztos megveszi. Ó, mit csináltam véletlenül? Rossz gombot nyomtam meg, nem baj. Hú, de most nem tudom, hogy üzemanyaga most már tényleg nagyon gyatran állok. Mekkora az a föld? Hát nem kicsi. De ott tudsz tankolni szerintem, vagy nem? Ez egy utcával arrébb van. Hát majd kihozzuk a traktorról, ha elfogy. Játszívom a Gáboréba. Ennyi. Nem az az semmi, nem volt az semmi, minden régi. Megérkezett Árpád. Szia Tajika, szia Gábor. Jelentem alással, hogy már mindketten hittünk egy pálinkát Árpád, úgyhogy túl kettőt. Vagyunk rajta. Gábor kettőt, én kérek elnézést. Én csak egyet. Én mondhatni, józan vagyok még Gáborhoz képest. Ennyi. Holnap úgyis csak vizet iszok, úgyhogy... Vizet már nem iszom, lök ide a sört, mert miért csak vizet, előbb a szilveszter. Ez egy dolog. Józanul még úgyse... Telt a húsvét. Átévet. fene. Nem tudom, hogy bírok ide bevenni, leakasztom ezt a...
Shuttle Mind, nagyobb esélyre szerint. Ah, fene, itt rólad beletengedni. Azt hittem, hogy valami behajtós izé. Egy őrült itt hagyott valamit az utcán. Egy őrült majdnem neki ment. Hagyjuk, hogy mondtam, hogy leakasztom, nem hozom ide be. Az őrült nem ment neki, mert az őrült kikerüli az ilyet. Szépen ott vettem az útkerülés közepén. Vagy már benne kimentél, azt mondjál úgy. Persze, mi? Kenyem ezt is rád. Jaj. És mi, hogy kell? Így kell. Beviszem a takarmánykeverőre. A szőke műsi szervusz. Kedves egészségedre és Gábornak is. Eszembe jutatja a viccet az izével. A marhákkal. De szép marhái vannak. Mind a magái. A fehérek igen. És a feketék azok is. És akkor mindig kérdezi mindegyiket, hogy most akkor hogy jó tejjel nekem. Ugye lényeg, ami lényeg, hogy mindig külön veszi a fehéreket a feketéktől. Aztán miért veszi maga mindig külön, miért említi külön maga a fehéreket a feketétől? Ha mert a fehérek az enyémek. És a feketék, hát azok is. Mennyi mindig azóta, hogy a fehérek jó tejjelnek, igen, és a feketék azok is. Aztán el is azt mondták. Na ez mindig eszembe a... Nekem is, meg Gábornak is. Szóval, hogy a pálinkás úr üdvözöllek, külön különböző Gábor gazdát, na így van. Gabira ráfér, mert nagyon köhécsel. Hát így van. Azt mondja, ott ez holnap benyalja a BB Pezsgőt, amit nyert a rábásból. Igaz, hogy fogadásra gyertem, de attól volt, még jó viszki, ugye? Erős volt a barack pálink, az köszöri a torkomat. Ja, én is ott tartok. De, na, ma is már becsúszott egy üveg. Antal. Szervusz Bálint Árpád, Tamásnak akartam köszönni, tudom, csak Bálint Árpádnak a rögő fejnél megakadt a szemem. Szervusz Tamás, üdvözöllek! YouTube-on. Többit azt nem olvastam. Dynamo V, vagy még nagyobb papucs lett, mint volt, vagy tényleg besértődött. Na hát majd még béké. Ha így van, bár nem hiszem, nem az a sértődős fajta. Na szervusz, hát ez jó pihenést! Vagy nem tudom, mit tervezem. Kérdezett, amik a farmozók, Epech 16, Teron biztos ragályos, hát Árpád, nem találok szavakat. Ez hallatlan. Nem találok rá jelzőt, így is mondhatnám. Elképesztő, hallatlan. Ha más szereti agymásba volt, húzöllek, akkor most már a követő között is. Árpád sem, na tessék. Ez olyan, hogy is mondjam, milyen? Nem találok rá jelzőt. Meg a pecár szeretnéd ellesni. De ez csak PC-n van, Russian Fishing. De pecázhatunk is, ha gondoljátok.
pénz nélkül kezdte. Hát mi mindenki. Ugyanaz, amikor megszületik az ember, nincsen semmije. Csak a csupa az bőre. Egy köldögzsinór van, ami kapta a tápot, de azt is elvágják, úgyhogy... A Zero-ról kezdjük. Szervusz Petrus, Bence, üdvözöllek. YouTube-on. Igen, csak PC. Igen, hát ez az. Az első fős, nincs PC-d, mi? Na tessék. Venni kell, jó drága. Amigo, és üdvözöllek. Na, sikerült már a Discorddal valamit kezdeni, vagy mindig spamel, vagy olyan volt bele baj? Laci. Mert mostanában nem kaptam tőled üzenetet. Akkor látszik, vagy valami történt. Nem, új a DC-d, akkor majd bejelentkezel újra. Darányi úr, láthatatlan ember. Nini, a láthatatlan ember. Ki van zárva, hogy egy papagáj megeszik egy egész tálbabot. A láthatatlan ember. Üdvözöllek, mint szponzor. Jelentem a pálinkát, még így ittetlen, de vendégek voltam, hogy én is megköszönöm, hogy átöntöm üvegbe, de holnap megköszönöm. Egy kortyot sem ittem még belőle. A közben azt mondja Dávid, hogy most értem oda dolgoztam névnapod alkalmából. Lát, jó, ez a legjobb. Gondolom, hogy megköszöntöttek legalább. Elhalmoztak mindenféle jóval, ajándékkal, jó kívánsággal, étellel, itallal és mindenféle egyéb ajándékkal. Én még eszek az egészséged egy beiglit. Láttam, olvastam. Ügyvédet akarok a papagáért, papagáj ártatlan. Meg hát, na azért. Tamás azt mondja, holnap készen leszünk este, mind a matek házi. Már ma is iszogattunk. Matek házi, és isztok? Na, Tamás. Szervusz, Juhász Farmer, boldog új évet. Hát még az adéban, de azért köszönjük szépen. Még majd több mint egy nap van hátra. Fogadásokat kötni, kibírja üzemanyaggal a földet a kombájnom. És üzeni nekem a bázisra. A helyesen meslő között kisorsolok egy szponzor zenét. Szervusz Iván Péter, üdvözöllek! Jeremyvel, mi újságában vesz, hát gondolom nála kis ünnepség van meg egy, nem tudom. Múltkor beszéltem vele, de... Tényleg úgy volt, hogy jön, de aztán nem jött. Ugyan nála is zajlik az élet. Azt mondja, hogy nem újdonság, hogy isztok,
Én már kb. 7 napja nem vagyok józan, az igen. Kibírja azt, hogy a Mónika, nagyon kíváncsiak. Én viszont nem bírom ki, hogy meg 40 lesz az egybe együtt még. Mert nem is nagyon szeretem. Még a Márkos csak-csak, de Diós azt nem. Pálinkás jó a Csét Péter, az igen. Talán benn van már egy kettő. Nálunk, nálunk már egy benn van, Gábornak kettő is. Erpár azt mondja, Anna, ha minden jól megy, elsőn lesz harmadik éve, hogy nem iszok alkoholt. Hát én 44 éve, 43 éve nem dolgozok. Ó, nem, iszok alkoholt, mert hülyeséget beszélek. Hogy is van? Igen, januárban lesz 44 éve. Aha. Na jó, hát ez mondjuk, amit itt iszok, az, az a kivétel, miért is tudja a szabályt. De streamen kívül tényleg nem. Jaj. Na mit itt a? Egy fröccsöt, azért öcsém még borából, még nyáron, vagy mikor? Igen, igen. Na hát az egy fél deci bor volt, meg két deci szóra. Az is alkohol, számít már, bocsi. Na oké, okay. Akkor én kérek elnézést. Akkor konyakos megyet is számoljuk már be, légy szíves. Igen, az is. Meg a véletlenül megívott fél százalékos alkoholmentes sört. Antal! Na, erindni kell. Szuper chat, Antal, köszönöm szépen. Hát kell, YouTube-on csak úgy látszik feltörtek, mert ugye most ott küldtétek a dolgokat. Akkor ígyunk egyet. Na, mit ígyunk, Antal? Gondolom viszkit. De néha kéne az, hogy Árpád. Hát, kb. Úgy, mint én, mi? Nagyon... Nagyon ritkaság számba megy. Innen is indult annak idején. Hülyeset, valamik szilveszterkor beszéltetek rá. Na, figyelj! Tudom, hogy te a viszkinek vagy a rabja, úgyhogy a kedvedért viszkit keresek, bár nem tudom, hogy hol a francba van. Jajajajaj. Ezt a rengeteg... Hoppá, alkoholt kupleráljban már. Meg kéne állnom el a sor végén, utána megkeresem. Hol rossz sebe raktam. Hát itt nem látom benne a szekrényben. Hát akkor nem tudom, hol raktam el. Lehet, hogy másik szekrénybe raktam át. Hát akkor lehet, hogy most nem sikerül. Ma nem féltem tőle. Várj, itt van a tárta teát közt. Nem, ez se az. Aki keres, azt talál. Ha-ha-ha! Csak megkeresem Antal. Csak most azt a 18 üveget rakhatom vissza, vagy tanult. Jó, nagyjából. Na! Itt van János, Antal, Tamás, nem tudom melyik a, hogy mely a rendes sorban. Nem is vártam már december 3-én, nem is vártam már december 3-én. Nekem 3 hónapja a hűtőben van a kis helynek kell. Na Tamás, szervusz, Valicsim, üdvözlök YouTube-on, mint Péter azt mondja, YouTube-on, hogy fél jéget így áll. Hát milyen nincs égerem.
Fú, hát én régen Gabit az asztal alá ittam volna, azt mondja Árpád. Ho-ho, nem nehéz. Na, akkor egészségedre, Antal. Szemben nem jobb, mint a pálinka. Mondjuk az is. Már ezt szerettem nagyon. Hát nem tudom, mit lehet ezen szeretni, hogy őszintének urak, de biztos jó. Hogy nem cserélném el egy gyümölcslére, vagy a mangó szörpre. Az biztos. Meg a sört, na azt meg nem bírom inni. Az egyenüli ital, amit... Azt még a szagát is azt mondjuk, nem tudom miért. Jól is folytom a maradék bejegrimmel. Hát én is megkezdem a másodikat is. Ilyen üvegekkel, Antal, ne hűtsd meg. Ilyenekkel. Második. Ránézés a fél liter. Annyi áll. 40%-os. Na, de hát nem tippel senki Mónikán kívül, hogy kibírom el üzemanyaggal, mert kiderül. És már kezd szorulni a helyzet. Raktort nem hoztad? Nem. Akkor így eladjam, vagy? Igen. Vagy vigyem haza, eladom, jó? Én is úgy adtam el. Zero ízesített apenta, a tuti befutó. Nem tudom. Tamás szent is kibírja. Na, várjátok, még haza kell menni. Nem mutatja a literbe, hogy mennyi üzemanyag van benne valahol? Elvileg, ha kiszállsz, akkor igen. Tényleg. Ez necces lesz. Na, miért nem rakod le? Nem bírja Árpád szerint. Észrevettem, hogy te egy született pesszimista vagy. Mónika meg született optimista. Meg Árpád nem csak pesszimista, hanem még kötekedő is. Született kötekedő. Azt mondja Gábor, hát legyen tojik a szolidaritok veled. Ezúttal is kiadok mindenkinek, megelőlegezze boldog új évet. Köszönjük szépen, Gábor! Hallod, Gábor, hogy csulat? Igen, hallom. Mindenkinek, tehát teker is. Hát én lehet, hogy nem tartozok a mindenkibe, de... De talán igen. Hát, mert sosem... Jaj! Viszont ki vagy a pálinkás, hogy hát, mert sose nem jön be semmi neked. Na hát... Ez nem így kell hozzáállni, minden bejön csak ellenkező módon. Nem tart ki, Péter, pesszimista. Jelentkeznek a pesszimisták. Én szerintem kibírja, én optimista vagyok. A remény hol meg utoljára, meg a kombájn. Tanár úrnak külön-e tisztelettel, Hodics úr? Na az igen, az igen.
Ez, látod, vannak még barátok. Ott van a Pistabáé és hazaviszi. Hát, ja. Köszönöm szépen, Gábor. Erős Pistabáé hazaviszi. De már most közeledek. Egyre fogy a lehetősége a pessimistáknak, hogy igazuk legyen. Falom a mérföldeket, vagy métereket. Én nem már lendületből megurul. Mehet be! Hát, ha nem, mászik tai fát kibírja. Azt mondja Mónika. Na, na, majd látjuk. Ilyen az optimizmus. A gép megfalja a kerozint. Hát Péter, pesszimistáknak lassan befellegzik. Látjátok, érzitek a győzelmi esély kicsúszását a kezeitek közül? Remélem, hogy most már kapizsgáljátok. Lesz benne szerintem 8 liter maradvány. Na nézzük. Oho! Itt az üzemanyagos kocsi. Nem túlmentem. Na nézzük. Na, jelentem Balázsra az optimisták nyertek, mint Mónika is jó magam. Két hippert még erre. Szervusz, Klem Nándor, üdvözöllek. Ki volt még optimista? Na tessék. Hol van ez? Üzemanyag, na, itt van. 9 liter, még én is, azzal a... Mit mondtam? 8 liter? Na. 8-at, igen. Na, na, de hát na. Tamás, na akkor ön is nyert. Akkor Tamásnak és Monikának külök szponzorra nézni. Lassan tankol. Hát igen, mert az a üzemanyag szállító az lassan töltik. Vékony a csüvezet. Na, na hát, kérem szépen. Ki fogy a üzemanyag? Ki mondta ezt neked? Ki? Ha. Jaj, de vicces vagyok. Nem, mi? Mi történt? Bálint. Nézd meg, mit írt az akkor át. Kibírta. Erre iszik Gábor egy felest. Így van. Ennek örömére Gábor iszik egy felest. Nem bírtam volna, aki a fényítem volna. Mert nem lett igazam. De igazam lett, úgyhogy megúsztam. Nyertünk, köszönöm. Így van, Mónika. Nyertünk. Á, optimizmus mindig nyer. Még a keserű tapasztalatot, de... Ami nem öl meg, az erősít, mondani szokás. To the other side. Lekapcsoltam, másik gomb, Jóska, másik gomb, ki mondta ezt neked, ki? Oké. Lehet szalmát szedni, mi? Hány földön van szalma? Csak az egyesem.
Messengeren átküldöm neked, Tai Hodics Gábor úr mit küldött nekem. Most lebuktatod? Ez le tud idni az asztalá, én ezt látom. Én most körte, bírs, szörpet iszol, az nagyon finom. Vannak ott jó gépek, igen, hát már. Azt mondja Péter, ha nem bírta volna ki, akkor lett volna CMS. Nem, lehetett, igen, akkor lett volna. Most ígéretek mindent is. Nem bírtam nézni, hogy egyedül szenvedsz, így gondoltam, veletek tartok. Egészség, hogy is úr. Mik voltak azok a foltok a földön? Olyan foltok. Szóltuk szét a szalmát, szerintem az, hogy nem tudom, mire gondolsz. Rakészba se sok üzemanyag van. Tamás, itt nem kell a járműben tárolt üzemanyag az álló tőke, ami nem forog. Ebben az enyémben is alig van üzemanyag. Meg fölösleges súlyt cipelünk. Nem számít. Van benne, vagy nem van benne? Ez a kérdés. Mivel leasingeljük innentől kezdve... Kombájt teletankoltam, mert kb. Félig van hótálva, úgyhogy még egy kör kibír. Majd megtankolja a tulaj. Kevés a kerozin, de ahogy kevés. Melyiként is nem akarunk felszállni, úgyhogy... Hát lesz két kör. Így. Akkor folyam, Valinak tök jó izé hangja van. La 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 la. Nem, van a 31-esen is még iszolom a bárján. De mivel ez van a távolabb, ez ilyen... Haja, menjünk már távolabb. Még elrakom magam, mert holnap kucut vágunk. Az igen, az jó lesz. Mi
Mindenkinek jó szolgálat, köszönjük! Trombita is van benne. Jó hét! Megadhatod a sávtartó elektronikát. Ezt nézd, nyíl egyenesen vezetek két feles után. Helyes. Megadhatod a GPS-t. Ez nem, hát ez Árpád. 35. streamen ezen a mapon. Nem igaz, hogy az, hogy az új. Elég nem még ebből a retinádba. Hát már nem tudom, elveszítettem a fonalat, hát ez annyi ital után nem csodálom. Ja, annyi bír szörp után én is elvesztettem volna a fonalat. Lehet, hogy egy kicsit megerjedt az a bírs. Bírs vagy nem bírs? Na, tőtelem kell nekem meg narancs szörpet. Senki nem látott semmit, főleg Mónika. Nem eléd ugrott egy fa. Nem, kikapcsoltam a GPS-t, ugye nem kapcsoltam ki a GPS-t, hanem kormánnyal kapcsoltattam ki. Csak ugye az el kell tekerni egy bizonyos szöget, hogy kikapcsoljon, aztán már sok volt. Ennek is jó hangolnak a fanyag. Pláne ez az előző izé rekesztés, majd figyeljétek. Így van, Mónika. Feledés homályába merül. Szóval, hogy én megmondom a frankót, én sokat hittem ezek előtt. Na, így van. Szervusz kislász, János üdvözöllek. Bújék neked is. Szavarjak. Itt van a Gaben is. Szervusz, Gaben! Üdvözöllek YouTube-on!
Na jó, mint tovább keresünk akkor. Backstreet of my heart. Na azért, azért nem annyira. Milyen akkor? Jó, az. Térközi közlekedés. Mi a helyzet? Akkor hárman vannak a kapussal szemmel 16-oson belül, az helyzet. Nem is azt hiszem, azt annak hívják. Amúgy meg semmi extra nincs. Döglődünk, vegetálunk. Ula fáradt vagyok. Jöttek, mentek, vendégek még vannak is. Meg, hát, jó belaktunk. Most azt pihegem. Én befolytottam még egy kis rétessel. Szervusz, Bacsó Róbert, üdvözöllek. Mondta azt, hogy változott lett. Tehát már a második üveg viszki is lassan kiürül. Mennél szél YouTube-ra, és ugyanaz megy. Hát, ezt megkérdeztetem, hogy megmondtam. Nem, ott a múlt hetit adom éppen a YouTube-on. Sőt, még Twitch-en is. Twitch-en meg a 3 héttel ezelőtti megy. Ez nem fogy el ma szerintem, de még az sem biztos. Hát, ami volt, az sem biztos. Nem úgy, ami lesz, ugye. Magad biztos, hogy én fog akkor átaludni most. Megint nem aludtam csak 3-4 órát. Ja, ez a szutyorgó. Tüt. A szélső sáv a kamionoké. Vágj ki a villogórat, és már itt se vagy. Elég az, vissza kell szoknom nekem is a jövő hét alakulásához. Hát... Jövő héten nekem is alakulnak már a helyzetek. Egy dolog nyugtasson titeket! Hétfőtől már emelt fizetésért dolgozunk. De jó nektek.
bőrszenek mindenkinek, nem? Általános béremelés lesz. Új év, új béremelés. Persze. Csak a mi bérünket nem emelik. Micsoda? A Borró Peraú soké. Ez csillagos egekben emelik, most mondták. Hogyne, persze, persze. Az a baj, hogy a mi bérünk, az a 2014-es minimál bérem van. Úgyhogy... Hiába emelik most a minimál bért, az nem emeli a mi fizetésünket. Ez alkotmány jelens, hogy össze kell fogni. Vagy nem kell tanítani. Senki nem egy... Egyébként nagyon sokat talál elment, már más munkát keresni. Hát igen. Csak most szerencsére itt a nagy izének, szociálpolitikai intézkedéseknek őrületes mennyiségű gyerek lesz rövidesen. És lassan begyűrűznek az általános iskola alsó tagozatába. És akkor lesz majd hoppári, hogy hoppá van. 40-en lesznek egy osztály, meg 50-enben is talán. Ezek engem üldöznek, te minek futsz? Így van. Húzz a csíkodat, giliszta. És ki a főnök errefelé? Őket kérdezd. Szervusz, Molnár Zoltán, jó éjszakát, reggel kell, és malacot el kell kezdenem, elműcsoda, malacot el kell kezdenem, süt. Gábor, hivatalosak vagyunk Zoltánhoz egy kis sertésre. Oké. Nekem végül is nincs olyan nagyon sült távol. Sült malac. Egy óra. Egy óra. Fél semmi programom nincs szilveszterre. Munka vagy Bax, így van, most nincs, nem kell itt köntörfalazni. Szerezzek új kocsit, főnök. Ne, hívj taxit. On the other side. Hú, lehet, hogy most a szilveszteri menü az egy kicsit lightosabb lesz, úgy bezabáltunk ma. És micsoda zaj csapott, így van, Árpád. Egy kedvenc jelenetem. Azt mondja, és mekkora zaj csapott, azt hiszem úgy van pontosan. Mikor lesz a következő szállítás? Pénteken! És akkor még semmit sem látott Galina. Ez lesz az első szilveszter, mikor ágyból köszöntöm az új évet. Ez meg kell ünnepelni ma Antalt. Hát a pihentetőbb lesz. Mint az előző. Ja, emelre kell menni, mert itt is van még. La 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 la. Már ünnepeltem 7 napja, a jövedé 7 napja, igen, mondtad, hogy belehúztál az ünneplésbe.
Szóval Péter, mi lesz a lájtos menü holnap? Tudjuk a balra pörkölt tarhajával? Á, pörkölt szilveszterkor. Hát nagyon ilyen saláták meg sültek szoktak lenni alapvetően. De az ma volt, úgyhogy holnap szerintem eszünk egy maradék kis húslevest. Meg egy főzünk hülyesít, azt nincs evó. Majd nagyon látom azt, hogy mit tervez. Clip Cam Matt 69, nem szereti hagymásba bort üdvözölni Twitch-es ingyencek között. Nem tudom, hogy do you speak Hungarian? Marcellini, talán. Ő is szereti, üdvözöllek téged is Twitch-en. Mi az a Twitch-es ráradat? Ilyen hetente egyszer van, hogy valaki bekövet, inkább két hetente, most meg itt vannak már hárman. Már kicsit bírom olvasni. Moehre 99331 99-es 30-et, mi az nem? Nem az születési dátumot. Na tessék, nem is vagytok ennyi egy Twitch-en. Amber Toparisi. Szerintem ez valami botolás. Nem, mert van a 10 most. De hát eddig is voltak a páran. Na mi van? Mi van a Twitch-en, urak? Nagyon számszerűsített sok. Itt van megint a orgánumos úriember. Köszönöm a követőknek, akik tényleg követők, akik nem követők, azoknak nyilván nem. Itt van gyanús ügyletek folynak a Twitch-en, mert összesen van 10 néző, azt már 8 feliratkozott. Már többen vagy, már most több feliratkozó van, mint ahány néző. Hanem ez valami csalás. Itt van Fazek a Sándor Dávid, köszöntelek YouTube-on. Butenkov Dávid megérkezett Facebookon. Azt mondja Antal, most ha vért kell vegyek, tőlem, kell keresek az alkohol között. Hát lehet, hogy több alkohol szívnak le veled, mint vért, azt mondod? Hát, aki kapcsolsz a fölzét, meg a hangját legalább. Azt nem bírom külön. Nem is mondani, várok, mikor lesz még 3, akkor kikapcsolom. Akkor úgy néz ki, hogy jön. Hát, ja, úgy van. Ha nem zavar titeket, nem érdekes, de ha zavar ez a sok csilingelés, akkor már pedig úgyis fals, mert nincsenek annyian, látom. Összesen 8 néző van Twitch-en. Úgyhogy valami botolás, vagy ilyesmi. Most ki volt? Jön még 100 000, oké, akkor kikapcsolom. Én kérek elnézést, majd valaki nagyon akar valamit, akkor majd szól, mert nézegetem. Csak azért, mert látom pörögni körülbelül 1000 forgott így végig, tehát majd jövő karácsonykor abban marad. Bocsánat, még kerültem. Másik végére. Na! Naponta minimum egy üveg, de volt példa 2-re is. Mi van, Brigitta? Milyen mosoly? Így abba hagyják, figyelj meg, hogy nincs értelme. Nem tudom, milyen francis, mert találkoztam, most nem mondtam, hogy a Twitch-en. Nem találkoztam, de most már találkoztam ilyennel is, úgyhogy. Isten állatkertje, kimondottan nagy. Jó, nagyjából azt össze. Közben nem tudom, hozzánk a Sándor Dávidnak köszöntem, mert nem akkor elnézést, és akkor most köszönök. Jó, többit azt hiszem szerintem olvastam. Még mindig jön.
Hogy lehet megtriplázni a követő számot, amikor holnap szerintem eltűnik az összes. Jaj, nézem már. Az azt mondom, nem tudom, hányan követtek. Néztem valaki? Na szóval nézem, én ezt most írtam meg. Annyira nem értek a Twitch-hez sem már, elfejtettem. Na nézzük a videókészítő, beálltam valami első menü. Tudja, rosszabb már hol vannak, milyen izék. Áttekintés, valami ilyesmi van, ez. Jó, nem érdekel. Nem látok semmi ilyesmit. Bászolod, mis érdekes. Lesz CMS, ha a trakiból kifogy a gázolaj az összes szalma beharása előtt? Lesz. Ez nem fog kifogni, jövő karácsonyra sem. Inkább megtankolom háromszor. Valamelyik nap muszáj lesz, mert csak mindig az, hogy délután is tervezek, hogy délután is tudok streamet, de miért? Kizárt, tehát mindig van valami program. Ez a, itt vagyok már egy jó hete, hogy úristen, át reggeltől estig ráérek mindenre, na persze. Melyik a középső ujjam körülbelül. Ja. Na, hát elmulasztottuk a... Elmúlt az áradat Twitch-en, úgy látom. Bekapcsol még, lehet, hogy még jön az értesítő. Még szerintem nem szaladt le. Ennyi alatt önmagában az a rengeteg. Egy pillanatra bekapcsolom, kíváncsiak, hogy elindul-e. De hát, hogy ilyenkor már nem. Csak az újak. Na, meg kiküszöböltük a lehetőséget. Na, megint vége van. Rossz helyen indultam el. Just call to your mind. Így van, ha az alvással vagyok, így például hónap délig alszok, ja, 5 kopán vagyok, hát. Ez is megfigyelhető egyébként, hogy amikor az ember eltervez, hogy most sokáig alhat, akkor biztos, hogy nem bír. Azt egyébként tudtátok, hogyha nem pont kerek számra állítjátok az órát, akkor kipihenten ébredt, az ébresztőt, ugye akkor kipihenten ébredtek? Például, hogyha 6 óra helyett 10-18-szor állítjátok, akkor ez így lesz. Frenetikus folyénok, kérem. Jajjaj. Nem semmi, kérem szépen. Virágot az öltözőbe, kérem. Fél egybe? Nem tudom. Mondd ki, melyek azt kérek, hogy behozok kettőbe legfeljebb.
Nem tankolok Dávid, mert fogadást kötöttem Péterre, hogy annak függvényében lesz Carmelo szimulátor, hogy kibírja vagy nem bírja ki a jármű. De már pedig ki fogja bírni. Így lesz okom, hogy megmondani, hogy miért nincsen Carmelo szimulátor. Úgyhogy ha úr lennék, akkor ennek ellenére tartanék egy streamet. És rége ott már autószerelés. De ezek, ha melózni kell menni, akkor meg a déli alvás, így van, amikor kell, akkor nem tudsz fölkelni, csak akkor kell szó, amikor nem kell. Ez így szokott lenni. Van egy igazi úriember, az a bizonyos Murphy, aki a törvénykönyvében az éneket megfogalmazta, hogy rohadna meg. Ah, kapta egy puszit Gábor Brigittától. Oho! Miről maradtunk, te kérem szépen. Ennyi. A szavakat nem találom. Ilyet? Küldök ölelést helyette. Az igen, az igen. Na, akkor ennek örömére új zenét váltunk. Még ez nem annyira. Ó, ez se. Vagy keres akartam valami jó zét. Ez az. Erre indik el. Igazad van. Satisfactor is mehetne? Hát... ha néznétek meg, akkor mehetne. Tam, 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 tam. Meg kötekszel, na tessék! Na, hát akkor ezt küldtem szeretettel Gábornak is, Brigittának. Köszönjük szépen. Gábor, ne hagyd magad, biztatnak. Na, hát ezt lekörözöm. Maximum 40-re tud menni, sajnos. De nekem sietni kell, hogy ne érkezzen elfogyni az üzemanyag. Miért? Szerinted az enyémben sokkal több van? De hát én fogadások. Hát van még benne szerintem, hogy 30 liter. Mondjuk nincs meg, nincs akkor a tankja. Micsoda mentés, micsoda mentés! Na, Péter, nem lesz kármionik szimulátor. Jaj, nem itt van, megy el arra. Rend kedvéért. Marad benne 39 liter üzemanyag. Zenyibe 66. Hát ez millió. Így van, és én ezért meg se tankolom. Beestem a 9 literrel a kombájnal.
Pedig már amikor kimentem az egyes földre, már akkor pirosba volt. Na hát, takarékos vezetés kérem szépen. Igen, igen, eko üzemmód. Lehet, nem mosom már, mert régen volt ráfír. Mert ilyen mosoha a gyerek, úgy látszik, mindenki csak hajtja. Hát Péter, te vázoltad fel a lehetőségeket, és aki fogad, az veszít, ugye? Én pedig nyerni szeretek. Aki fogad és veszít, az vágjon jó képet, és főleg állja a fogadást. Ugye Gábor, ez lesz az így van. Ott szalad, Buksi. Ott szalad. Soha nem fogadok, Bye Gunnar. Most az egyszer kivételt teszek. Van is ráfaragott. No, hát akkor szerintem... Elég volt. Azt mondja? Hát lehet más is, alvás is lehet, nem tudom, mert kurva vagyok, de majd látom, hogy lesz-e még valami, de lehet, hogy nem. Neked is küldött puszit, Brigitta. Jajjaj, igen, így jártunk. Igen. Az az, hogy meg ne hallja. Na jó, van. Köszönöm szépen akkor a figyelmet. Ennyi volt a fan mára. Hát jövök-e valami, azt nem tudom, de gyanítom, hogy inkább egy kiarós alvás félre rám elmúlt néhány nap zaklatott ütemtervebből kifolyólag, de lehet, hogy egy csendes pecázás, vagy valami fajta, nem tudom, kitalálok, de nem ígérek semmi. Inkább aludnom ki, az eszem azt súgja. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, itt voltatok, legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. Na, gyorsan elnyomtak. Mindegy, üdvözlök mindenkit, sziasztok!